Lezárult a Zöldváros kialakítása Kistelken projekt. A projekt záró ünnepségen stábunk is részt vett. Végéhez ért a Zöldváros kialakítása Kistelken projekt. A Kistelekvárosi Önkormányzat Kisteleki Városfejlesztési Kft.-vel konzorciumi partnerként több mint 700 millió forint visszanemtérítendő támogatást nyert. A projektben megújultak a főutcák, zöld felületek, fasorok és a cserjék teszik zöldebbé a várost. Nagy Sándor, Kistelekváros polgármestere köszöntötte a résztvevőket. Én is szeretettel köszöntelek valamennyiőtöket. Mi a lényege ennek? Én annak idején arra tettem fogadalmat, hogy építész létemre minden lehetőséget megragadok, hogy a falusias környezetű településünkből, akkor már városból, egyre inkább városias környezetet hozzunk létre. Ez a program, amit most csináltunk, ami testvére az előzőnek, mikor városközpont rehabilitációval létrejött a Szent István tér, ez gyakorlatilag annak egy tovább folytatása. És ti, akik nagyrészt itt élünk, a mi kis városunkban, nyilván nektek kell azt a véleményt megfogalmazni, hogy városiassabbak lettünk-e. Nekem mit jelent a városiassabb? Rendezettebb, még inkább kulturáltabb, még inkább tiszteletbe tartva, ami zöld, az legyen zöld, amit pedig járunk és használunk, az meg legyen burkolt. És az a kettő egyébként egy olyan állapotot hozzon létre, amit egyébként még szeretünk is. Nagyon sok háznak az elejét megváltoztattuk a főutcákon. Nagyon sok ingatlan megváltozott. Nagyon sok parkolási szokásunk mássá lett. De legyen az kerékpár, vagy legyen az éppen játszótér. Itt, ahol vagyunk, itt, akik itt vagytok, kollégák, mi is részesei voltunk, amikor ugye ezt gerebjéztük, és mi magunk is szépítettük, és én azt gondolom, hogy szebb lett. És szerintem ezzel a beruházással a mi városunk szebb lett. A projekt célja, hogy komplex módon fejlessze a lakosság életminőségét, javítsa a városképet. A zöld felületek pedig egészségesebb és szebb környezetet hozzanak létre. Majd Vas Rozália projektmenedzser összegezte a projekt főbb tevékenységeit. Szeretnék egy pár mondatot én is mondani a projektről, hiszen ugye fontos, hogy tudjuk, hogy a támogatást a TOP 212 pályázati forrásból nyertük, 100%-os támogatottsággal, 729 millió forintból tudott megvalósulni ez a projekt. Igazából mi jött ebből létre? 4 rendezett főutca parkolókkal, egy játszótér, 2 buszmegálló, 2 gyalogátkelőhely, elhelyezésre került 43 szemetes, megújításra került több mint 18.500 négyzetméter fű, 12.000 négyzetméter térkő, aminek ugye nagyobb része járdafelület, a másik 5.000 négyzetméter pedig ugye a járművek parkolására, illetve a kapubejárókra készült. Ugye a 2 új buszmegállónk, kikerült 30 darab pad, és 176 darab kerékpár tároló, tehát én azt gondolom elég sok olyan dolog került be a városba, aminek hiány voltunk, úgyhogy nagyon remélem, hogy mindenki örömmel fogja ezt használni, és vigyázzunk rá. És én külön köszönöm azt, hogy bár a projekt során volt nehézség, hiszen, ahogy polgármester úr is mondta, hogy nem minden alakult egyszerűen, hiszen egyrészt az árak elszálltak, emiatt többször kellett átterveznünk a projektet, emiatt a Covid miatt ugye csúszott minden, lassabban haladtunk, ugye a sajnos ugye a műszaki ellenőrünk is áldozatává vált a Covidnak, tehát voltak nehézségek, amikkel meg kellett küzdeni, de ennek ellenére én azt gondolom, hogy ami megvalósult, az fedi azt, amit szerettünk volna, és köszönöm mindenkinek, aki ebben részt vett, egyrészt a kollégáknak, akik segítettek a papírokban, illetve ugye ez a tér, ez egy pont jó jelképe ennek a projektnek, hiszen eredetileg terveztünk egy komplett teret, aztán sajnos ugye ebből le kellett egy kicsit vennünk, hiszen a forrás csökkenteni kellett, és ugye a térnek ezt a másik felét, ami már nem fért bele a projektbe, a munkatársakkal együtt tudtuk rendbe tenni, és én azt gondolom, hogy így amikor kijövünk ide, akkor mindenkinek egy kicsit a saját munkája is benne van, és talán ez még egy kicsit segít abban, hogy büszkébbek lehessünk arra, amit létre tudtunk hozni. Majd egy jelképes szalagátvágással zárult a projekt, és a megújult városrészt hivatalosan is birtokba vehették a kisteleki lakosok. Befejeződtek az évvégi vizsgák a Kistelki Alapfokú Művészeti Iskolában.
Az iskola igazgatóját, Szombathelyi Ágnest kérdeztük a részletekről. Befejeződtek az évvégi vizsgák a Kisteleki Alapfokú Művészeti Iskolában. Erről kérdezem Szombathelyi Ágnest. Köszöntelek. Hogyan is sikerültek a vizsgák, mit tudhatunk erről? Én is köszöntelek benneteket és a nézőket is. Ismét nem egy szokásos menetű évben vagyunk túl. Sajnos a márciustól májusig digitális oktatásban vettek részt a növendékeink. Remélem, hogy ez rendhagyó és nem válik szokásossá ez a tanévmenet. Nehezítette a munkánkat a digitális oktatás. Sajnos a zeneoktatás azért speciális ezen a területen. Az, hogy kamerákon keresztül és interneten keresztül tartsuk a gyerekekkel a kapcsolatot, azért nagyon-nagyon megnehezíti a mi munkánkat. Ennek oka az, hogy a gyerekek más közegből érkeznek, és másként vannak felkészülve a digitális oktatásra eszközileg, illetve szülői támogatással. És még oknak jelölhetem meg azt is, hogy azért még mindig vannak olyan pedagógusok, akik nem az anyateljel szívták magukba az online térnek az adottságait, hanem tanulniuk kell. Az, ami engem nagyon-nagyon örömmel töltött el, hogy képesek vagyunk folyamatosan tanulni, változni, és kilépni a komfortzónánkból. Úgyhogy azt elmondhatom, hogy nálunk működött a digitális oktatás, nem tudok rá húzni egy elvárt és egyetlen egy átlagos sémát, ki a saját legjobban alkalmazható módszereit használta, de a cél az mindig ugyanaz volt mindenki előtt, hogy a gyerekeket, növendékeinket motiváljuk, ezt a motivációt folyamatosan fönntartsuk, és ezzel elérjük azt, hogy jövőre is nagyon szívesen jöjjenek hozzánk. Ehhez kellett az, hogy a digitális módszereken belül, de személyesen tudjunk találkozni a növendékeinkkel, és így személyesen találkozásokkal tudtuk fönntartani a folyamatos motivációt. És akkor rátérnék a kérdésedre, hogy a vizsgák hogyan zajlottak. Nagyon sokáig bizonytalan volt az, hogy tarthatunk-e vizsgát, de hála Istennek, mivel visszajöhettünk jelenléti oktatásba az utolsó szűk egy hónapra, és a kormányzati utasítások is úgy haladtak, hogy ezt engedélyezték, de tarthattunk vizsgákat. Egy kicsit másak voltak ezek a vizsgák, mint az eddig megszokottak, mert meg kellett felelni a járványügyi szabályozásoknak. De végül is szűk, nagyon-nagyon átgondolva és szűk körbe meg tudtuk tartani tanszakonként a vizsgákat. Izgalmas volt ez a gyerekeknek, mert nagyon sokan úgy gondolták, hogy nem tudtak elegendően fölkészülni rá, de utólag láthattuk, az eredmények bizonyították, hogy nagyon-nagyon ügyesek voltak, és nagyon jól teljesítettek. Milyen nyári programok várhatóak a művészeti iskola életében? Nagyon örülünk, hogy lazítás láthatunk az ország kulturális életében, mert hogy az eddigi programjaink, kulturális programjaink mind egytől egyig elmaradtak. Viszont úgy tűnik, hogy nyáron megtarthatunk szokásos, nem bepótolva, hanem az akkor éppen aktuális programjainkat. Táboraink lesznek a meglévő néptánc csoportunknak, tehát nem napközis tábor, hanem a már táncoló gyerekeknek fog a Szatmári Évi tartani 3 korosztálynak tábort. Júli 26-tól augusztus 1-ig a gimnazistáknak, és augusztus 1-től lesz a 7.-8. korosztálynak. A már évről évre megszokott fúvószenekari táborunkat is idén meg tudjuk tartani. Július 18-tól 21-ig lesz, illetve augusztus 20-ai városi rendezvényen fel fognak majd lépni a néptáncos csoportjaink, és erre az időpontra szerveztünk egy már nagyon régóta elhalasztott zenekari találkozót.
A Balázs Csak ASS szezon zárásáról kérdeztük Fodor Tamást, az Egyesület elnökét. A Balázs Csak ASS elnökét, Fodor Tamást kérdezem az Egyesület szezonjáról, szezonzárásról. Köszöntelek, mit is tudhatunk, mik történtek ebben a szezonban az Egyesület életében? Még azért az a szezonunk is erősen kalandos volt. Itt ugye az év közepén, vagy inkább úgy mondom, hogy a szezon közepén volt azért egy megállásunk, ami hál' Istennek nem volt olyan terjedelmes, mint tavaly tavasszal, de hál' Istennek végigfutottak a bajnokságaink. Egyedül a legkisebbeknél tudom azt mondani, hogy ott azért érződött az, hogy ott a Bozsik program nem indult újra tulajdonképpen, meg is állt ugye a november elejé, vagy november kezdetével, és igazából utána majd csak májusban volt következőre fesztivál, illetve torna az U7-estől az U13-as korosztályig. Itt az edzéseket azért újraindítottuk ugye a novemberi leállás után februárban, tehát mozogni tudtak a gyerekek, jól sikerült a toborzásunk is, hál' Istennek, és igazából itt a kicsit a végén már az új igazolásainkat, akiket toboroztunk, már nem igazoltuk le az utolsó néhány alkalom kedvéért, ezért ott egy kicsit a kettő darab U7-U9-es fesztiválnál és a kettő darab U11-U13-as Bozsik tornánál már ott egy picit azért szűkösebben sikerült a kiállás, nem voltak kötelező jellegűek, mi viszont úgy gondoltuk, hogy ha már beneveztünk, hogyha részesei vagyunk, hogyha nekünk ez egy kötelező feladatunk, hogy ezeket a korosztályokat működtessük, akkor mutassuk meg magunkat itt Kisteleken a Bozsik tornák keretein belül. Úgyhogy igazából a Bozsik volt az a csoport tulajdonképpen, az a négy korosztály, akiknél egy kicsit azért még érződött hátrány. De nagyon szeretném megköszönni a munkáját két elköszönt edzőnknek, hiszen Hegedűs Klaudia és Nyerges Dániel elköszönt az Egyesülettől, és nem edzősködtek tovább a téltől kezdve, így az U11-es csapatunk edzője Gémes Ferenc vette át az U7-et, és a felnőtt csapatunk edzője Kis Máté pedig az U9-et. Így az U7, U9, U11 korosztály edzőit már meg is említettem, illetve még a felkészülésben segített az U13-as korosztálynál Förgeteg József és Vén László, úgyhogy nagyon szépen szeretném nekik megköszönni ezúton is a munkájukat, és igazából ennyi a Bozsik korosztályról. Azok a csapataink, akik már bajnokságban játszanak, azok közül a legkisebbek az U14-esek, akik igazán impozáns őszt produkáltak, viszont sajnos egy kicsit elfogytunk a tavasz során, és igazából talán nem is létszámban, hanem egy picit talán koncentráció szempontjából, és így egy ponttal sajnos lecsúsztunk a dobogóról. Itt ugye, hogy az U13-as korosztályt, hiszen ezek átfedéssel vannak, ugyanúgy Vén László és Förgeteg József viszi, mint az U13-at, és az ő kezük munkája az, hogy itt majdnem sikerült egy bronzérmet összeszedni, sőt, igazából nem is voltunk olyan túl messze az előttük állóktól sem. Sajnos ez nem jött össze, bőlétszámú társaság, jól dolgoztak, sajnos van ilyen a futballban, főleg ilyen kisgyerekeknél, akiknél van ilyen hullámzás, hogy az ősszel még mondjuk domináns csapat, és utána egy picit visszaesnek. Ez teljesen természetes, és semmiféle gond nincsen ebből, hiszen ebben a korban nem az a cél, hogy minél több pontot szerezzenek, hanem az a cél, hogy minél jobban megszeressék a sportágat, minél tovább rajta tudjuk tartani őket azon, hogy felnőtt futballistával vajonok, illetve hogy minél többet fejlődjenek nyilván. Úgyhogy ez volt még ez volt az legkisebb korosztályunk a bajnoki szezonokban. A tavalyihoz képest ugye nem indítottuk el az U17-et, hanem azok a nagyon fiatal játékosok, akik a tavalyi U17-ünket alkották, most a most záruló szezonban játszották le első szezonokat az IFI-ben, az U19-es korosztályban. Itt Tóth Gergő edző legénysége azért még arra tette fel a szezont, hogy meg kicsit hozzászokjanak az idősebb korosztályhoz. Így eredményekben nem volt olyan nagyon sikeres ez az évünk. Igaz, hogy például a bajnok a Pátfalvát itthon igencsak sikerült fölülmúzni, úgyhogy itt még a hullámzás szintén, ahogy a kisebbeknél is azért igencsak jellemző. És akkor igazából az utánpótlás korosztályaink végére is értünk, ugyanis most idén három felnőtt csapatunk is volt. A megye négyes felnőtt csapatunknál igazából egy új fiatal társaságot hoztunk létre az előző évi U19-es csapatnak a kiöregedéből, illetve néhány újrakezdő játékosból, illetve olyanokból, akik az első számú csapatnál nem fértek oda a keretben. És igazából itt egy nagyon-nagyon masszív közösséget sikerült kialakítani. Erre a csapatra sem lehet azt mondani, hogy mondjuk az eredményekben olyan nagyon sikeres lett volna, bár itt is azért akadtak szép eredmények.
Ugyanakkor sikerült egy nagyon-nagyon bő keretből, azért nyilván tisztában vagyunk vele, hogy a megyei futballnak az alsóbb osztályaiban azért jellemző az, hogy azért kell egy 25-30 fő, hogy a végére is még meglegyen az, hogy akkor nincsenek létszámgondjaink. Óriási létszámgondjaink nem is voltak, de voltak lemorzsolódások, és kirajzolódott az, hogy ebből az újonnan kezdődött csapatból ki fogja alkotni a következő szezonban a csapat magját. És igazából most össze is jött az, hogy lássuk, hogy akkor kire számíthatunk a jövő szezonban. Igen, pozitívan tekintünk azért a következő szezon elé, megvan a csapat magja, és úgy néz ki, hogy látjuk is azt, hogy kik azok, akik még ezt tudnak majd csatlakozni. Akár olyanok, akik visszatérnek Balástjára, akár olyanok, akik újfent a megyekettes csapatból nem fognak tudni esetleg annyi játék lehetőséghez jutni, és inkább itt a második csapatban fogják majd megtalálni a számításaikat. Illetve annyit még el kell mondani a második számú felnőtt férfi csapatunk történetéhez, hogy a tél folyamán kapusunk lesérült az ősz során, egy fiatal, 20 éves fiatalemberről beszélünk, Bitó Bálintról, aki sajnos így nem tudott részt venni a munkában úgy, ahogy szeretett volna, és azt gondoltuk ki, hogy a kvalitásait ismerve és a potenciált, ami benne rejlik, hogy megpróbáljuk szépen lassan az ő kezébe adni ennek a második csapatnak az irányítását, amit azért a tavasz végére úgy gondolom, hogy jócskán sikerült, és mindenképpen úgy képzeljük el, hogy a fiatal edzőgenerációt is nevelve ő lesz az, aki majd tovább viszi ezt a megye négyes csapatot, mint mondjuk csapatvezető, mint edző, kinek hogy tetszik, de az a lényeg, hogy ő lesz a felügyelője ennek a társaságnak. És igazából kettő csapatunk maradt, és két sikerünk maradt itt a szezonban, hiszen a női felnőtt csapatunk utolsó helyen fordult az ősszel egy nagyon rövid bajnokságban, inkább talán nem is a mérkőzés szám volt, inkább kevés csapat volt a női felnőtt megyei osztályban. Hat csapat volt összesen, hatodikként fordultunk, egy meccsel kevesebbet játszva, és olyan tavasz sikerült produkálnunk, hogy beértünk a harmadik helyre, és így bronzérmesek lettünk, úgyhogy nagyon-nagyon büszkék voltunk a lányainkra, ez május végén realizálódott, már az utolsó mérkőzés eredményétől függetlenül sikerült megszereznünk ezt a helyezést, így már az is belefért, hogy egy kicsit a végén kieresszünk. De egy nagyon-nagyon jó közösség, egy borzasztóan alázatos társaságról beszélgetünk, akik rengeteget edzettek, akiknél nagyon-nagyon sok olyan játékos van, aki akár edzést is nagyon-nagyon keveset hagyott ki, nemhogy mérkőzést. Van fiatal anyuka közöttünk, aki két éves kisgyerekkel mind a 20 mérkőzésen ott volt, sőt, szinte mondhatjuk, hogy a kisgyerek is a csapatunk része, úgyhogy nagyon-nagyon sok pozitívumot lehet elmondani erről a lánytársaságról. 16-17 hölgy alkotja, és igazából most egy kicsit sikerült a 6 éves balástjai lányfoci történetnek egy kicsi koronát rakni ezzel a bronzéremmel, még ha csak bronzból is sikerült az egy kis koronát rakni a tetejére, úgyhogy nagyon-nagyon boldogok és büszkék vagyunk. És nem kevésbé vagyunk büszkék a férfi felnőtt megyekettes csapatunkra, hiszen egy erős középcsapatként zártuk az őszt 3-mal kevesebb mérkőzéssel. Elhalasztott meccseinket februárban pótoltuk. Ugye az ősz során edzőt váltottunk, Nyerges Dániel helyett Kis Máté érkezett Balástjára, és egy új fölfogás, egy új impulzus, ami nagyon-nagyon pozitívan csattant le, hiszen január elejétől kezdve nagyon komoly heti 3 edzéssel edzésmunkát végeztek, és sok-sok edzőmeccsel már januárban és február elején már a bajnokikkal egy elég hathatós és elég látványos kezdéssel, hiszen az első mérkőzésen a bajnokdeszket győztük le Sándorfalván, pontosabban akkor még listavezető, későbbi bajnokdeszket győztük le Sándorfalván. Onnantól elindult egy nagyon komoly hadjárat a tavasszal, ami 17 meccsből állt, és igazából egy nagyon picit még ott a szezon elején még egy kicsit kerestük saját magunkat, de utána az utolsó 11 mérkőzésünkön nem kaptunk ki. És így az erős középcsapatunkból várományos dobogó esélyes lett, és az utolsó fordulóban odáig jutottunk, hogy ugyan a már biztos bajnok deszkőt hozzánk, aki már az előbb említett februári vereség miatt is presztízsként tekintett a balástjai rangadóra, nem feltartott kezekkel jött el hozzánk. De tudtuk, hogyha megnyerjük a mérkőzést, akkor biztosan bronzérmesek leszünk a végén. Igazából a mérkőzés úgy alakult az elmúlt
szombaton, hogy a második félidőben egy 11-esben megszerezte a vezetést a DESZK, és a 94 percben sikerült egalizálni ezt. Így egy pontot szereztünk, így már nem a saját kezünkben volt a sorsunk. Kicsit buslakodva jöttünk le a pályáról, hogy nem lett meg a bronzérem, mert közben informálódtunk a másik. A riválisunk az FK Szeged volt, akik Csanyteleken játszottak, és az volt az információnk a második félidő közepén, hogy vezetnek is, tehát ők a bronzérmesek, és lejöttünk a pályáról, közben forró drótban voltunk telefonon a csanytelekiekkel, és ott egy pici csúszásban volt a mérkőzés, illetve egy tetemesebb hosszabbítás is volt egy sérülés miatt, és ott a 94. perc körül fölhívtam az ottani sportkörelnököt, Kurut Zolit, és mondtam neki, hogy mi újság van, hát azt mondta, hogy ó, hát még 2-1-re vezetés, most már nem soká vég. De várjál csak, és berúgtuk, és 2-2, így már a nézőseregünk háromnegyede, hiszen hál' Istennek ezen a meccsen most azért egy 150-200-an kín voltak a meccsen, a háromnegyede már elszivágott, a játékosok szomorúan bevattyogtak az öltözőbe, és akkor én próbáltam nekik mutatni, hogy valami történik, gyertek vissza, úgyhogy olyan pillanatokat éltünk át, amit soha nem fogunk elfelejteni, visszajöttek, és akkor lefújták a meccset, ott nagy örömújongás, és akkor ott azért realizálódott bennünk, hogy ez azért mégiscsak meglett, még hogyha egy kis külső segítséggel is, úgyhogy nagyon hálásak vagyunk a csanytelekieknek, hogy ez sikerült, és így azért nagyon-nagyon boldogan megyünk el egy kis tavaszi szünetre, és már nagyon nagy elánnal tervezzük azt, hogy fog kinézni a következő szezonban. Milyen programok várhatóak a nyár folyamán az egyesületnél? Hát igazából a szakmai munka újraindítása fog úgy kinézni, hogy nagyjából július elején kezdenek a felnőttek, utána majd a legidősebb korosztályok, a két másik felnőtt csapat és az U19 valamikor július közepén végén fog munkába állni, és hagyományosan úgy szoktuk csinálni, hogy augusztus elején tartunk, mint ahogy most is augusztus első hetében fogjuk tartani a focitáborunkat, ezzel indul el a kisebbeknek az edzés munka, és így augusztus elején akkor focitábor, és utána már teljes erőbedobással. Tervezünk egy nagyon szűk körű kis évzárót egyébként júniusra, ahol egy kicsit azért ezt a bronzérmeket egyrészt átadjuk, másrészt megünnepeljük, illetve még azért majd valamikor a következő szezon elején még szeretnénk azért a kisebb korosztályoknak is valami összejövetelt szervezni, és igazából így fogunk nekilátni a nyárnak. We'll be right back.